Sziasztok, Divatikon nézők! Itt vagyunk a Magyar Televízió székházában, ahol az Euróvízióra hirdették ki a legjobb 30 dalt. Rúzsa Magnit köszönhetem itt mellettem. Szia, Magdi! Háló, sziasztok! Ugye te is benne vagy a zsűri tagjai között, és voltál már olyan szerencsés, hogy képviselhetted Magyarországot Euróvíziós döntőn. Mi alapján hoztad meg a döntésedet a dalok választásánál? Hú, hát ö, ö, elég bonyolult volt a dolog, minden esetre megpróbáltam mindenre figyelni, Uh, egyébként azt gondolom, hogy jó dalok vannak. Nyilván az volt a legfontosabb, hogy, hogy a dal minél fülbe mászóbb legyen, uh, illetve nyilván fontos volt az, hogy milyen az előadó, tehát kisugárzásra gondolok, uh, éneklésre, mert ugye az sem elhanyagolandó, főleg, hogyha ugye a tavalyi nyertest veszük figyelembe. Uh, nyilván nem illúziókat kergetek, de azt gondolom, hogy Magyarország is elérhet jó helyezést, hiszen volt már rá példa. Úgyhogy. Uh, Azért azt kell, hogy mondjam, hogy vannak ilyen, én legalábbis úgy nevezem ezeket a dalokat, hogy a cián dalok, ami gyilkos méreg, tehát azonnal az embernek a fülébe mászik. Tegnap este nem tudtam elaludni, addig dúdoláztam kettő dalt, fölváltva egyszer az egyiket, máskor a másikat. Tehát vannak ilyen, ilyen kis huncut dalok, ami tényleg belemászik az ember fülébe azonnal. Az teljes 30-as csapat azt gondolom, hogy nagyon jó. Jók az előadók, Jók a dalok, és most szeretnék kiemelni olyanokat is, akik akik még annyira nem ismertek, mégis nagyon, nagyon, jó dalokat írtak, és szerintem az nagyon jó dolog, hogy eleve lehetőséget kaptak. Tehát ebből a szempontból a dal nagyon-nagyon fontos, és ezért kellene ugye minden évben, hogy minél több dal érkezzen, és hogy fölbátorodjanak az emberek, és beküldjék a, a, dalokat, mert, mert igenis bejuthatnak olyanok is, akik nem, nem annyira ismert előadók vagy együttesek, úgyhogy szerintem jó, jó lesz nagyon, és érdemes lesz nézni. Volt olyan dal, amelyik nem került be a legjobb 30-ba, de mondjuk neked személyes kedvenced volt? Volt olyan előadó, akit én nagyon-nagyon szerettem volna, de sajnos, hogyha, hogyha, az összes szempontot figyelembe vettem, akkor, akkor rájöttem arra, hogy ha azért, mert én annyira kedvelem az előadót, és mert annyira fantasztikusnak tartom, azért ragaszkodom hozzá, az nem lenne fel azokkal szemben, akik viszont jobb dalt írtak. Tehát ilyenkor az embernek nagyon-nagyon fáj a szíve, de, de nincs mit tenni. Köszönöm szépen, kíváncsian várjuk az élő sókat, ahol élőben is hallhatjuk a legjobb 30 dalt, és hogy ki fogja képviselni Magyarországot idén. Köszönöm szépen. Nincs mit, én köszönöm. Ti pedig nézzétek továbbra is a divatikon.hu. Sziasztok! Ha profi fotókat szeretnél, választ Kaszásbencét, Bencét. Objektívfotó.hu Hogy mindig pontosak és divatosak legyünk. Partnerünk divatórák webáruháza.hu Kövess minket Facebookon is! Médiapartnerünk!